Köszöntöm az Almárium kedves nézői, természetesen ma is hasznos információkkal, témákkal várjuk Önöket, de a tánc világnapja van, szerintem ez jó kedvre derít bennünket, erről is szó lesz még, és idézek két mondatot, gyönyörű felhők, megáll az ész, mondja egy kedves szereplője ennek a műsornak, vele majd később megismerkedhetnek, mutatjuk a következő témáinkat. És akkor most pedig, ugye a műsorunk elején idéztem egy mondatot, hogy micsoda felhők, ez hamarosan elhangzik majd egészen pontosan. Két szuper nagyit ismerkednek meg, Juditot és Franciskát, 80 év felett járnak, és könnyedséggel kezelnek mindenféle számítástechnikai eszközt, és ők a Tatabányai Net Nagyi program növendékei. Szia Peti, én vagyok a Nagyi, kint vagyok most itt a szép napsütésben, nézem a gyönyörű virágokat, meg a felhőket, meg fényképezek, na, úgyhogy jól vagyok, jól érzem most magam, egy kicsit végre kiszabadultam a fogságból. Minden nap fotózok, az ablakból gyönyörű felhők, megáll az ész. Egyik szebb, mint a másik. Hát én már valósággal felhő imádó vagyok, komolyan mondom. Szervusz, Andrea! Na, itt vagyunk, csinálják a riportot velem, és én most szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen te voltál az, aki engem elindított ezen a gyönyörű pályán. Az online tulajdonképpen az arra is jó, hogy mindent, amit szeretnék, mindenkivel, akivel szeretnék, tudom tartani a kapcsolatot, és ez különösen most megfizethetetlen. Az ömmel 60-as, 70-es év fölötti korosztály jelenik meg, de mindig vannak azért valamivel fiatalabbak is. A legidősebb hallgató az 80 év fölött már akkor is, amikor beiratkozott hozzánk. Megmérem a pulzusomat, remélem, hogy jó. Hát bizony egy kicsit fölment. Az okosóra az nagyon segít mindenkinek abban, hogyha valami baj van és egyedül él, különösen aki egyedül él, akkor az óriási segítség, hogy bajban van, akkor rögtön tudom hívni a mentőt. 10 perc alatt itt volt a mentő, amikor például bevertem a fejem. Hát ez nagy dolog. Különben lehet, hogy ott elvéreztem volna, tehát ez nagyon meg kell gondolják az idősek. Halló, szia Juditka! Na most már itt vagy, teljes képernyővel. Na, de rég láttalak. Képzeld, még a Varga Viktort is megszerettem, mert a dédikém a 4 éves, azokat a dalokat énekli, ami annak a számai, igen. Muszáj fiatalnak maradni mellettük. 2007-ben alakult meg ez a csoport, és azóta nagyon jó barátok lettünk, nagyon sok embert ismerünk, sokat vásárolok az interneten, sokszor ráfizetek, olyan is van, igen, bankolok, minden ilyesmit már, ami így a napi dolgaimhoz szükséges, azokat úgy meg tudom csinálni. Kedvencem, hogy balettokat nézhetek, opera előadásokat nézhetek, színházi előadásokat, letöltök könyveket, verseket hallgathatok. Ő a kis dédunokám, és szeretném a hátteret kivágni róla, mert nagyon zavaró. Ez a vektoros útvonal, amivel körbevágjuk. Minden évben csinálok az év eseményeiről egy ilyen albumot, amiben körülbelül 300-400 képet gyűjtünk össze, és hát ez lesz majd az emlékünk valamikorra.